Bonyhád kulturális intézményei nyári táborokat szerveznek gyermekek számára. A programok több helyszínen zajlanak majd, és különböző korosztályoknak szólnak. A Völgységi Múzeum például az általános iskolástól egészen középiskolás korig várja a diákokat. A mostani tervénk szerint a többi városi kulturális intézményhez passzolva augusztus első hetében tervezünk egy kirándulós Völgységnek az örökségét bemutató tábort. Ez a korábbi évekhez képest egy újdonság lesz, hogy több külső helyszín lesz, tehát Várajára, Óbányára, Grábócra tervezünk elmenni, illetve itt a városban több helyi kézművesnek, vagy helyi műhelynek a munkáját, meg termékeit szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek. A Németház, Székelyház, illetve a Völgységi Múzeumnak a saját gyűjteményei azok megkerülhetetlenek. Emellett az Óvoda Múzeum, Tűzoltóház, illetve a Percel Kúriában az emlékszoba, illetve a Percel Kúriának a kertje az, amit mindenképpen szeretném mutatni. Emellett az ilyen kirándulós programokon Várolján a Bánya Múzeumot, a Népművészeti Házat szeretnénk megnézni, illetve Óbányán a Keletmecseknek a legszebb tájait bejárni egy, hát mondjuk egy napos rendezvény keretében. Rövidesen, hogyha az összes programunk megvan, akkor meg fogjuk hirdetni Facebookon, illetve a honlapon is. És mind online, mind személyesen, mind telefonon, tehát elég sokféle platformon lehet jelentkezni, várjuk szeretettel az érdeklődőket. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központban a gasztronómiai lesz a főszerep. A programok között főzés és konyhakert látogatás is szerepelni fog. A gyerekek a tábor végére megtanulhatnak elkészíteni pár a városhoz kapcsolódó ételt. Most elsősorban egy táborról beszélnék, aminek az alapötletét mintegy 10 évvel ezelőtt már létrejött projektünk némileg körvonalazza, ugyanis akkor középiskolásokkal csináltunk egy Nagyanyáink Konyhája nevezetű informális képzést. Őket mesterszakács tanította egyébként olyan ételek elkészítésére, amik itt a városunkban jellemzőek, a népcsoportokra, nemzetiségekre, és ezt a tematikát próbáljuk most olyan 10-11 éves korosztályra adaptálni. Reméljük majd ők is nagyon jól érzik magukat, mert az a program nagyon sikeres volt annak idején. Úgyhogy ez lesz majd az egyhetes kínálatunk, amit július végén fogunk gyermekekkel megvalósítani. Bízunk benne, hogy nagyon jól érzik majd magukat. A Solymár Imre Városi Könyvtár olvasótáborokat szervez. Az alsó tagozatos gyerekektől kezdve egészen a kamaszokig gondoltak a diákokra. Aki szeretne még jelentkezni, az telefonon vagy személyesen megteheti a könyvtár épületében. A Solymár Imre Városi Könyvtár minden évben nyári táborokat hirdet, az idei évben is meghirdette már, 5 táborunk lesz, elsősorban általános iskoláskorú gyerekeknek szól. Az első táborunk az június 21-i héten lesz, olvasótáborral kezdünk. Most az idei első olvasótáborunk rendkívüli lesz, mert vendégünk lesz Holden Rossz, alias Kovács Attila. Ő detektív regényeket ír, úgyhogy pont ennek a korosztálynak. A második olvasótáborunk az július első hetében lesz, ami ugye alsós korosztályoknak szól. Lesz német nyelvi táborunk, azt Csizmadi Jáné énekes Piroska vezeti. A német nyelven kívül a német népszokásokkal, néphagyományokkal is megismerkedhetnek itt a táborban a gyerekek. Lesz tini táborunk, az augusztus első hetében lesz, ami a 10 éves korosztálytól fölfelé szól azoknak a gyerekeknek, illetve lesz egy nyárzáró táborunk az augusztus 23-ai héten. Az olvasó táborunk az úgy zajlik, hogy reggel megérkeznek a gyerekek, mindig elolvasunk egy mesét közösen. Mivel alsós korosztály van elsőtől negyedik osztályig, az mese olvasásnál mindenki szót kap, tehát mindenkinek olvasni kell, és nagyon jó közösségformáló szerepe van ennek, mert a gyerekek tehát türelmesek egymással, a negyedikesek ugyanúgy meghallgatják az elsősöket. Az olvasás után feldolgozzuk a szöveget közösen, eljátszuk szereposztásokkal, illetve rajzolunk. Délután kézműves foglalkozást szoktunk tartani a gyerekeknek, illetve játszunk. A sportcentrum is tervez idén nyára tábort. Oda főként az általános iskolás diákokat várják 1-től 6. osztályig. A Bonyhádi Sportcentrum híres arról, hogy a nyáron is próbálja a gyermekeket megmozgatni, nem csak évközben. A 2018-as alapításunk óta ez lesz a 4. év, amikor nyári napközi sporttábort hirdetünk.
Az idei nyáron két alkalommal szeretnénk a gyerekeket egy jó kis hétre meginvitálni, a július 12-i, illetve a július 26-i hetekről beszélünk. Gyakorlatilag a Bonyhádi és Bonyhád környéki gyerekeknek nyújtunk szabadidő, illetve szünidő közötti mozgós, szabadidős napokat, illetve azoknak a gyerekeknek, akik nagymamánál, nagyszülőknél töltik a szünidőnek azon a részét, amikor éppen Bonyhádon, illetve itt tartózkodnak. Nagyon jó kis heteket szoktunk eltölteni, nagyjából 20-25 fővel szoktunk egy-egy tábort megrendezni, és gyakorlatilag minden sportág képviselteti magát ezeken a sportáborokon. Szoktunk kézilabdázni, focizni, kosarazni. Nagyon közkedvelt nap, amikor túrázni megyünk a meccsekben, illetve a Bonyhádi strandot is meg szoktuk látogatni egy-egy nap. Természetesen lehet jelentkezni a Bonyhádi Sportcentrum ismert elérhetőségeiken, várjuk még a jelentkezőket. A táborokat nem csak a gyerekek várják, hanem a felkészítők és a pedagógusok is, hiszen mint mondják, ilyenkor felpesdül az élet.